Igaz, így van. Ez nagyon fontos idejében. Bár én nekem a kőbányai világosan hirdettem. Nem jó Isten értesen sokáig. Lamucát. Én szerintem nagyon jó. Most ezt a egy másik sör márka támogatja, az is finom, de az igazi csekésör, és azért mi azért csak érzékenyek vagyunk erre, hogy nekünk a helynek csak nem szólhat be. Hát azért álljunk már meg egy pillanatra a világ. És én úgy gondolom, hogy az igazi csiklisör az egy nagyon érdekes dolog. Nem, szerintem nagyon jó. Hát én olyan egyszerű ember vagyok, mint bármelyikötök. A koncert előtt elmentem a katolikus templomba, be volt zárva. És azért érdekes, hogy katolikus templom, mert én református vagyok. De becsöngettem, beengedtek. 5 percig beszélgettem az Úristennel, hogy na most, ha nem segítesz, akkor lebukok. És kiderül, hogy tényleg nem tudok semmi. Az embernek, én egy ugyanilyen olyan gyarló, egyszerű ember vagyok, mint bárki közületek. Az más kérdés, ha fölmegyek a színpadra, akkor már nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy leégetem a ferót. Azt kérem mondanom, hogy igen, készültünk, hogy, de most itt a pütyköt harapunk, meg non plus ultra, meg minden lesz. Nem. Nem, én úgy gondolom, hogy itt egy ugyanolyan bulit kell csinálni, mint egy kiskorban. És nyilván, hogy mivel hogy hazajöttem egy kicsit Usványosra, ezért van Erdélyben, ezért ilyenkor nekem egy fokozottan idegesen vagyok sokkal. Tudod? Ennyi meim előtt nem éghetek le, és ezért nagyon kell igyekeznem. Magyar vagyok! Magyar születtem! Áruló kész halosztenők! Lányok. Hát gyönyörűek, ne visszajött már. Na jó, de én családos ember vagyok, uram, te is tudod, be se lehet beszélgetni. Ez is azt mondja, hogy igen! Na jó, de most azért ez azért úgy vett fel, hogy na. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen, hogy...